Kedves nézőink, Ajkaváros Balatonszepeti tábor adott otthont a fuvósok nyári táborának. Ide mi is lelátogattunk, kérem tartsanak velünk. Az Ajkavárosi Bányász Fúvós Zenekar a Balatonszepezdi táborban tölt pár napot szakmai tábor néven. Mióta jártok ide? Ez a negyedik éve, hogy egy hetet töltünk itt Balatonszepezdenál, ahol az új repertoárt tanuljuk be, és az újdonsült tagokat is betanítjuk az új műsort, illetve a régit. Ebben a táborban milyen új darabokat gyakorol a zenekar? Idei évben minősültünk könnyű zene kategóriában, és jövőre tervezem a koncertfúvó zenekar kategóriában lévő minősítést, és ahhoz válogattam össze nem könnyű darabokat. Opera ária részletet, illetve egy nagyon híres nyitányt, a Carmen Suite-ből, de természetesen a könnyű zenei részét is, azt sem hanyagoljuk el, úgyhogy abból is tanultunk két új dolgot, amiből igazából nem nagyon szeretnék elárulni, hogy nép szerint melyik lesz az, de azt megígérhetem, hogy augusztus 20-án már az első egyik darabot megismertetjük az ajkai közönséggel. A zenekar mekkora része tudott eljönni, hiszen gondolom nem mindenki tudott esetleg szabadságot kérni, vagy a fiatalabbak közül más nyári elfoglaltságaik is vannak soknak. Hányan vagytok most itt a táborban? Összességében 40-en vagyunk, de ez ugye nem a zenekar létszáma. Hát általában ez az egy hét nem csak arról szól, hogy szakmai összejövetelen vagyunk, hanem családos összejövetelen is vagyunk, tehát így a zenekar nagyobb családja egybe lejön, és itt együtt nyaralunk, miközben természetesen készülünk a következő évre. Az, hogy hogy tudunk megjelenni itt egy héten keresztül, az tényleg elég nehéz logisztikai dolog, mert ugye mindenki nyaral, vagy így nyaral, vagy elfoglaltsága van, családi elfoglaltsága, de nagyjából ugye szólamonként tudok én gondolkodni, szólamonként így mindenki megjelenik az egy héten belül. Tehát a fafúvósok is vannak néha többen, aztán a rezesek vannak többen, aztán az ütősök, de összképében majd a koncerten meglátjuk. Hány próbát tartatok egy nap? Naponta két próbát tartunk. Hát az időjárásra való tekintette, hála Isten, nagyon jó időnk van. Az egyik az délelőtt 10-től fél 12-ig, a másik pedig első nap olyan meleg volt, hogy este 6-kor kellett próbálnunk, de utána előre vettük 2 órára, hogy azért a strandolásra is legyen idő. Hogy érzik itt magukat a zenekar tagjai, és ugye itt vannak a mazsorettes lányok is, őnekik is van itt lehetőségük most egy hét alatt nagyon sok mindent begyakorolni, próbálni. Én ahogy látom, jól érzik magukat. A mazsorettesek valóban velünk vannak, és az a kialakult tendencia van már évek óta, hogy amit itt új indulót, illetve velük kapcsolatos nótát begyakorlunk, azt az első nap felveszük, és így ők külön tudnak egy elszaparált helyen, a focipályán tudnak az új darabokra már készülni, új koreográfiával. Legközelebb mikor hallhatják az ajkaiak a zenekart? Legközelebb a szeptember első hétvégén a bányásznapon, a szokásos bányásznapon, ami szombati napon van. Előtte pénteken Halimbán egy bányász emlékművet avatunk, illetve a padragi szüreti felvonulás 19-én lesz, és a környékben pedig a szokásos szüreti felvonulásokon részt vesz a zenekar. Talán te vagy a legújabb tagja a zenekarnak, mikor kerültél be? Hát 2 hónapja körülbelül. Milyen hangszerrel játszol? Dobolok. Mennyire volt nehéz megtanulni őket? Hát én már előtte tanultam dobolni, szóval nem annyira. Az Ajkavárosi Bányász Fúvós Zenekar hozzátartozó csapata a mazsorettes lányok. Ti is itt vagytok most, és itt próbáltok ez alatt a pár nap alatt. Mennyire lehet most begyakorolni az új formációkat ez alatt a tábor alatt? Hát ez a hét arra volt jó, hogy a régi számokra az új tagoknak megtanítsuk a táncokat, és ami új számot játszik a zenekar, arra viszont új koreográfiát csináljunk. És ez most sikerült is már befejeznünk. Mennyire egyediek ezek a koreográfiák? Hát elég egyediek, mert azért van bent modern tánc, van bent pomponos tánc, van bent botos tánc, tehát azért itt nem csak egyfajta táncról van, hanem több fajtáról is. Hány mazsorettes lány volt eddig, és hányan érkeztek újak? Ezelőtti évben 6 mazsorettes lány volt, és most 12-en vannak. Honnan érkeztek az új lányok? Ajkáról, Bordéról és a környező, a városnak a környező részeiről.
Hogyan lehet ő nekik ilyen viszonylag rövid idő alatt megtanítani az eddigi táncokat, hiszen ahogy a karnagy úr is mondta, nem sokára következnek a fellépések, ugye ott ki kell állni, és úgy kell eltáncolni ezeket a koreográfiákat, mint hogyha már ősi idők óta itt táncolnának ők is. Igen, hát itt finomítani kell a mozgást, a lábat, hogy emeljék, hogy a koreográfiákba, hogy a sorokra figyeljenek, oszlopokra figyeljenek, tehát ez a tábor azért erre nagyon jó. Megtanulni nehéz, igazából csak azt tudja jól megtanulni a táncokat, aki otthon is szorgalmas. Tehát egy hét azért nagyon kevés arra, hogy az új táncot úgy megtanulja, hogy felléphessen vele, otthoni szorgalom az nagyon fontos. Minden egyes szereplésre elkísérik a mazsorettes lányok az Ajkavárosi Bányászfúvó zenekart? Nem, mert azért vannak koszorúzások, és nyilván ott azért nem kell táncolnunk. De ami városi rendezvény, vagy ilyen nagyobb rendezvény, például Erdélyben is voltunk, tehát ott azért részt veszünk mi is szeretettel. Baráti a kapcsolat a zenekar és a mazsorettes csapat között? Igen, most már nagyon úgy néz ki, hogy összekovácsolódnak, hiszen a korkülönbség ugye azért számít elég sokszor, de most jött el az, hogy azért a lányok is nőnek, és azért hozzáidomulnak, vagy csiszolódnak inkább a zenekarhoz. Amellett, hogy a zenekart kíséritek, milyen egyéb fellépéseitek vannak még? Vannak fellépéseink egyéni is, tehát nem csak a zenekarral. Tapolcáról szoktak megkérni bennünket minden évben, Veszprémbe szoktunk menni, és pont ma lesz egy fellépésünk Alsóörsön, onnan kérték fel a mazsorett csoportot, hogy a Füreddi zenekarnak mazsorettezzem. Mikor kerültél be a mazsorett csoportba? Februárban volt már 5 éve, hogy bekerültem. Hogy érzed magad ebben a társaságban? Nagyon jó, és nagyon jó a csapat is összekovácsolódtunk, úgyhogy nagyon jó. Hogy érezted most magad ebben a mostani táborban? Nagyon jó volt, sok próba is volt, diszkohajó is volt, éjszakai fürdő, buli itt a táborban is, nagyon jó volt. Mik azok a táncok, mik azok a koreográfiák, amikkel most foglalkoztok? Hát a régieket újra átvettük, átbeszéltük, és az újat, amit tanulnak a zenekarosok, azokat is újra átbeszéltük és megtanultuk. Mennyire megerőltető, hiszen azért itt 30 fok fölött van a hőmérséklet, tehát jó nagy melegben mozogni, mert ez nem egyszerű. Hát kiizzadunk meg, hát meleg van, de utána itt a hűsbalcsi. Pista bácsi a legidősebb tagja ennek a zenekarnak. Hogy viselkednek a fiatalok itt a táborban? Hát nagyon jól viselkednek. Hát mind a fiatalok jól érzik magukat, elszórakoznak, fürödnek. Hát még elég sok próba is van, mert napi 2 délelőtt délutáni próbán mindenki részt kötelező venni. Hát az, hogy legidősebb, itt a zenekarban csak 7 éve muzsikálott. Én Várpalotán muzsikáltam 60 évig, és hát az élet sora erre sodort el, és nem tudok zene nélkül lenni. Beszéljünk egy kicsit a próbákról. Milyen szigorú a karnagy úr? Nagyon szigorú. Nagyon, hát maximalista, mert szeretné kihozni ugye az emberekből azt, amit hát vannak elvárások, amit meg kell csinálni a zenében, és akkor kapunk olyan minősítést, mint amit legutóbb kaptunk, ugye kiemelt arany diploma, amikor volt a minősítő hangverseny. Érdemes akkor eljárni a próbákra? Érdemes, hát természetesen. Már ott is az ember kollektívában van, társaságban, és akkor ott, hát a próba nélkül zene nincsen. Hát ugye ezt meg kell tanulni, be kell tanulni azokat a számokat, és akkor úgy megy. Mind ahogy itt tetszik látni, hogy eléggé... Hát, de vannak emberek, akik nem szeretik a próbát, mert hogy sokszor el kell próbálni. Annyiszor próbálja el velünk, hogy meg kell tanulni azt a zenét, nincsen mese. Meddig szeretne zenekarba járni, meddig szeretne próbákra járni? Még meg nem halok.